akkor kérem, fogadják. Ja, bocsánat. Bocsánat, én annyit szeretnék mondani, hogy a Gambia TV-nek ahhoz képest, amit kiküldtünk, igen, ahhoz képest picit módosítva lett a szöveg, de akkor azt az egyebekben mondanám inkább el. Jó. Ha nem mond, jó? Jó. És az, ennek megfelelően azt még nem írta a polgármester úr azt a Gambiás szerződést. Jó, akkor menjünk. Jó, akkor egy szavazást, akkor a lejött határidők határozatoktól, és ha az egyikben elfogadtuk, köszönöm. Egyes volt a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a települési építési bizottság megtárgyalta, nagyon szeretném mondani, jegyzőkönyvben, igen. Amíg az előző bizottság ülésen átbeszéltünk, tudomásul vettük, hogy ez egy adminisztrációs hiba miatt elmaradt módosítás, tulajdonképpen nem pedig új terület, vagy nem új kezdeményezés, ezért elfogadtuk, a egyhangúan támogatta a bizottság. Annyi kiegészítést tettünk, ahogy ezt így szokott a részkedő szóba, hogy a szükséges egyteljes átfogó koncepció és részmódosítás. Köszönöm szépen, valami valaki hozzászeretném, hogy akkor a bizottság támogatásával együtt ilyen elfogadásra javaslom a egyes napi előpontot. Köszönöm szépen. A kettes az önkormányzat 2020 ellenőrzési tervének az elfogadása. Szintén tárgyalta a pénzügyi bizottság. Szeretnélem. Ugyanaz. Meghallgattuk, és hogy évek óta ugyanez a cég csinálja egy folyamatos rendelkezésre állást, biztosít, ami mindenképpen hasznos. Sajnáljuk, hogy a 2020. évi ellenőrzési tervhez nem tudunk már hozzátenni, hogy szerettünk volna pár dolgot, de akkor a következő évben szeretnénk ezeket majd vizsgálni. Egyébként szerintem mástam volt, igen? Ennek függvényében támogatunk. Köszönöm szépen, a testület tanácstagja részéről nem kérdés. Ha nem, akkor a kettes napi rendi pont elfogadását javasol, de a elfogadását a döntést javasol. Egy hangon köszönöm. A hármas napi rendi pont a képviselőtestületi 2020-as munkatervünk elfogadása. A kiküldött alapanyaghoz szintén hozzászólt a településfejlesztési bizottság, és három, ha jól emlékszem, a négy pontban kérte a módosítást, azt lehet keves magam, akkor mondjam. Igen, négy pontban szerettük volna bővíteni, és ezt a bizottság támogatta is a munkatervet. Az egyik az SMS módosítása annyiban, hogy tartalmazza a polgármester átruházott hatásköröket mellékletként. A már említett készmódosítás olyan szempontból, hogy kezdődjön meg a koncepció kidolgozása a főépítész bevonásával, még a főépítész éves beszámolója előtt, és a főépítész beszámolójával legkésőbb együtt kerüljön ez megtárgyalásra. Javasoltuk a szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és a kurszanulgákkal ösztöni pályázat támogatási elveinek szabályzatának kidolgozását a négy jóléti bizottsággal együttműködve, valamint javasoltunk egy átfogó adókoncepció kidolgozását 2020 nyaráig. Ezeket javasoltuk, és a bizottság ezeket támogatta is egyhangban. Köszönöm szépen. Akkor a munkaterv elfogadását javaslom a testület felé, nincs más hozzászólás. Akkor egy hangulat? Vagy egy kérdésem meg, de mutatkozom. Hogy akarszik a... Egyetlen egy kérdésem meg, de az lehet, hogy nem itt van a helyet, de ugye az utakkarbantartása, ami nem poszfoltosított eszembe, a pénzügyet is érinti,
hogy erre valami fajta koncepciónak a képítése, az egyik dolog, hogy amikor lehet, le tud legyaluljuk a során, mint akart, hogy megyen, amit jelentettek, de hogy erre egy rövid távon, a készmódosítása után, egy hosszú távon a koncepciónak az elkészítése. Tehát ezt valahol meg lehet, hogy minden. Februárra szerintem ez be kell. Többületesen. Én azt mondom, hogy bár, tehát amikor összeáll már legalább a költségvetés alapja, tudja a Zsuzsi azokat a főszámokat, akkor tud neki igazándiból konkrétabban ezzel használni. Tehát vannak a akut problémák, amit próbálunk kezelni, inkább kisebb, nagyobb sikerrel, és akkor utána van. Ez ilyen leszünk a külön hallgatásokat is lányáknak, tehát hogy erre lehet egy válaszadni majd. Rendben. Jó, akkor ez is bekerül a január-februári munkatervbe valahol. Jó? Jó. És akkor az így kérem, hogy akkor elfogadjátok-e a munkatervet. A legyhangulat a testület megtettem. Jó, negyes a napi rendi pont a Zolika Kft. Bérlet és érkezési szerződése. Mondjuk akik ugye az óvodának az érkezését biztosítják, meleg régóta. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban kiküldött anyagban kapcsolatban van-e valamilyen észrevételetek. Hanem akkor vezető van, hogy itt van. Ízlik nekik. Szerintem hát nyilván egy étel az mindig ízlés dolga, nagyon sok kaptól egyébként, hogy honnan jön egy gyerek. Bocsánat, közelebb jó is a kérdés. Köszönöm szépen. De nyilván időnként tapasztalt. Az első pár képpel le tudjuk mérni azt, hogy ott egy gyerek ilyen ételeket eszik, hiszen nyilván először azokat az ételeket mondják el, amikkel ott már találkoznak, és ez egy folyamatos ízlés formálás. Én azt gondolom, hogy alapjában rendben van az irodai érkezetés. Az mindenképpen nagy előnyelmet, hogy helyi vállalkozó látja ezt a feladatot, mivel hogyha már ilyen felmerülő problémák van, akkor tehát helyben gyorsabban tudjuk orvosolni. Előfordult már olyan szállítás közben, nem ők szállítottak, hanem a pék szállított, és a minőségi fogás megült fel az ételel kapcsolatosan. Nem is az ő hibájuk volt, de egy telefon és rögtön orvosolták ezt a problémát, illetve olyan téren is a véleményünket figyelembe veszik, hogy ha mondjuk van olyan ételféleség, amikor azt tapasztaljuk, hogy nem, nagyon nem ízlés, akkor azt mondjuk valami más formában berakni. Hiszen nyilván azért erre törvény van, hogy a gyerekeknek mit kell lenni, milyen ételféleségeket. Mivel tehát azért ez nem azt küld a felé sem, amit szeretne, hanem amit tehát figyelembe kell venni az előírásokat, de ezen próbáljuk újra formálni, hogy rendben legyen. Hát meg akkor mint a illetékesek úgy ítéli meg, hogy minőségi szempontból rendben van. Én azt gondolom, hogy oda rendben nincs, erre voltam kíváncsi. Egy fontos még hozzá, hogy ők ugye a szociális érkeztetésben is részletnek, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok nyugdíjasnak, időskorúnak az ellátását is besegítik ezzel a feltétellel. Csak azért mondom, hogy megerősítve, hogy nem csak a gyerekek, hanem az idősebbek is. Jó, vagy kérdezik. Jelen? És még egy pont a kettővel közösség, az egyik a készítés, Feri az a munkavállalkozó, közé tartozó vállalkozó, aki nem a saját minél több nyeresége legyen, minél több nyeresége legyen, hanem nagyon sokszor előfordul, hogy agyrehagyással főz, hogy olyannak is jut, aki esetleg nem jelentkezett be a szociális keretbe, és mégis tudja, hogy rászorul, vagy ha valakinek tudja, hogy kevés lenne az az egy adag, akkor azt olyan vastagon méri, hogy jó lehessen vállalni, és ahogy a Melvinén is említette, hogy van a mintamenza, aminek meg kell felelnie. A mintamenzát, akik összeállították, nem biztos, hogy odafigyeltek arra, hogy vannak olyan gyerekek, akinek egy étkezés, amit az óvodában megkap, tehát ott kap reggeli ebédet, uzsonnát és utána slussz. Ha ott nem kap megfelelő mennyiségű táplálékot, akkor a gyerek éhezni fog. És a felére az óvodnőkkel közösen igen-igen odafigyel, hogy mindig jusson több, ha kell, akkor az ilyen gyerekeknek legyen, és itt megint csak az, hogy egy olyan vállalkozó, aki a feladatát akarja a lehető legjobban ellátni, és nem a segítő, ez mindenféleképpen fontos.
Jó, akkor a bérleti szerződés elfogadását javaslom, hogy akkor egy hangulat a testületre elfogadhatok. Köszönöm. Egyedül. Bocsánat, elnézést. Egy olyan kérdés felmerült itt a napokban, ez komp üzemeltetéssel kapcsolatos, hogy nincsen kerékpár bérlet a polsvegyekkel, és jól lehet valami felállni, a nevelés a használ a kerékpárt. És ugye meg kell venni a papírjegyet, akkor 400 forint el nap, hogy ebben esetleg tudnánk-e valamit felvételni. Biciklis közlekedést is jó lenne propagálni, és azt hiszem, hogy lehet érni. Vagy kérdezményesen, vagy valamilyen példettel, amit az emelek jól álló. Ugye minden napi használaton van szó, munkába járáshoz. Jó. Hát, hogy valamit tudjuk. Természetesen beszélnem a szolgálatról. Ezért visszakaptam kérdezni, hogy a Sibeli Enfokérrel kapcsolatban a konténerek ott mondta, hogy alak. Kérem, megkértem, hogy a vízőrök az megy, és a fiúk kimentek lemérni a... Tehát az, ami fogta a fiúkat, és ő intézte azt az oldalt, én pedig a felső vízőröknek vannak ilyen tároló kis konténerek, és kértem, hogy valami gyors elejtezésbe kapjunk már egyet. De szeretném már, hogyha így fogjuk. A közvilágítás lesz egy kicsit macerásabb. Oké, köszönöm. Akkor az egyébekben volt még a 13. Itt van, hogy meg kell szakadni, hogy az egyik a önkormányzatis intézményének volt. A pénzügyi bizottság ezt tárgyalta, amikor számokat akartok mondani most még. Elkészítettem a határozati jól 6 millió forint plusz munkáltatói közterhek, ami még rájön erre, és az önkormányzat és az összes intézményei dolgozóinak évvégi jutalmazására fordítandó összeg. A jutalmak elosztásáról a polgármester és az intézmény ezeket a tenneme. Ha elfogadni, akkor ez egy hangulat. Köszönjük szépen a dolgozók nevében. És akkor a következő ide kapcsolódó határozati javaslat az pedig a polgármester egyhavi tiszteletdíjának megfelelő összegű utalomról a tartalék keretelnére. Nem? Én tartozom. Jó, akkor bocsánat, akkor 1, 2, 3, 4, igen, hát igenesként tartozkodás. Ez nem szabad tőlük, hogy olyan. Jó. Köszönjük. Az egyebekben volt még szó, hogy most a feladom ilyen tévét elmondott. Igen. A beruházást a orvosi rendelők kapcsán. Ő helyettesített a Szigeti Önkormányzatok Társulásának a Magyar Önkormányzati Társulások ülésén, és ugye a választások után mindig szükséges egy ügynökről, hogy a bizottsági tagnak a meglétet, de akkor nem elég szíves. És eddig is az a múltban én voltam a delegált felügyelő bizottsági tag a Szörben és a Dörben is. Ha más javaslatotok esetleg nincsen, akkor kérnék egy elfogadó nyilatkozatot mind a kettőre, hogy a jegyző az, hogy visszatudhesse a Dörbnek és a Szörbnek, hogy a Bocs megye önkormányzatnak ki a delegáltja. Ez gyakorlatilag ugyanúgy egy ellenőrző bizottság, tehát a felügyelő bizottság. A
szőt az gyakorlatilag kivágva a kis oroszi, tehát így van, tehát adunk kárba, a dőt az pedig ugye az orvosi ügye, legfőképp az orvosi ügyet és a jövőbeni tűzoltóság reményében van egyben. Illetve, hogyha van olyan projekt, ami a hét települést, vagy esetleg a három települést egybe fogja, akkor annak van értelme, ennek most jelen állapotban ugye nincsen most tagdíja, mivel nincs tagdíja, tehát itt csak arról van szó, hogy van egy valamennyi pénz a két kis szervezetnek, és hogyha van valamilyen tevékenység, akkor ugyanúgy kötelező a könyvelés, meg a számítani. Milyen pedig egységban jelenleg? Jelenleg majd azt mondom, hogy a nullával egyenlő, de ez az a szőt, de a dőt azt mondom, az orvosi ügyeletet az koordinálgatja. Tehát ugye ezt egy önkormányzati társulásban kell csinálni. Tehát a tanítók... Mi szeretettem pörgetni, pont az Euróbeló, a hit kapcsán... Ezt többször megvoltak a próbálkozások, tehát azért amikor bemegy, nem egy, hanem több tudás egységgel, akkor időnként azért vannak ott különböző nehézségek, illetve volt több olyan projekt, ami azért megállt. Annak idején a sziget rendezési terve kapcsán volt egy ilyen összejövetel, úgy maradtunk egyben, és aztán ahogy mindenkinek változott az igény és változott az elképzelése, akkor utána fölbomlott ez az egész történet. Újra lehet gondolni, tehát ezzel nincsen semmi gond. Tehát ezt aki magára veszi, az egy könyvelést, egy folyamatos jelentést, mert hát ami ezzel kapcsolatos, úgyhogy jegyzőkönyveket kell készíteni, be kell küldeni a közigazgatási utalra. Tehát a kérdés, hogy ezt mennyire kívánjuk, akarjuk úgy, hogyha nem tudja kvázi azt a funkciót megtenni, ami elsősorban kell állni. Érdekes volt, hogy a döntülésen kisorosz kivételével a összekül a magyari szemlővés kisorosz kivételével az összekül polgármester ott volt. És fölmerült ez a kérdés, hogy van-e létjogosultság egyáltalán többen. Érdekes módon egyedül kísérlet polgármestere volt az, aki azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy erre van szükség, mert ha van valamilyen akció, valami projekt, akkor egy projektre össze tudunk állni, és meg tudjuk vitatni ezt a dolgot, és tudunk együtt dolgozni. Az összes többi polgármester viszont amellett tette le a voksát, hogy igen, ha másért nem, legalább a rendszeres találkozó, és egyébként is jó viszonyban vannak a polgármesterek egymással, beszélő viszonyban vannak, és a Bírósnak abszolút igaza van, hogy kell egy közös koncepciót kialakítani a szigetre, de hát mindenki a maga sütéjét szeretné inkább sütögetni, tehát azért van egy pici tartózkodás is benne, de ez egy jó fórum arra, hogy azért tisztában legyünk azzal, hogy melyik településnek mi a célja, milyen irányba szeretne menni, és hogyha van egy olyan, ami tényleg egy közös cél, akkor ott lehet. Kettő is lesz, mert szerintem is ez, és ha felveszünk több is, és ha felveszünk jövőre, ugye a esetről van véve, ugye a sziget első szigeti közlekedés, a koncepciának a kigagódása, az mindenképpen kell, hogy a települési önkormányzatoknak az összeegyűjtőködései van. Tehát ez az úgy, ez van ebben, és ezért így is maradom nézni. Elég persze. Tehát halmozni azt, hogy az nagy értelme. De mindenképpen hasznosnak. Ráadásul én hasznosnak tartom, hogy legyen egy folyamatos kommunikáció a települések között. Egymást kérdezik, hogy azért kívüljük. Sőt, hogy kicsit. Egy javaslatban jelenik a két, a döntés, a szőt felgyűlő egyszerűségre. Megfogjátok, hogy akkor én nem tudom elmondani. Jó, akkor a kérdést értem. Köszönöm. Akkor ezt mondjuk. Azt mondjuk, hogyha belezgató úgy is beteszem az óra, hogyha van az, hogy előre is szóljál, ne csak utána. Évente egy-két alkalom, ahogy a kormányok is beszéljük. Tehát tudjuk, hogy most lehetne valami. Bocsánat, Gábor. A másik, ami eszembe jutott a Kuton kapcsán, illetve a jegyzőszöveg válaszolt is, tehát hogy ezzel ugye nehezen tudunk most mit kezdeni, mert hogy hiányzik a jogszabály,
az olyan, amilyen, és ugye miután itt szinte minden kút Ávai Béléről besorás területen van, így ugye katasztrófa védelmezt kell lennie, hogy visszaküldik az embert. Tehát, hogy mit tegyünk, mert ugye ez a fejünkre fog bőni, és ugye, hát az embereknek azért ezt meg kell oldani, mert akkor megviszed büntetve. Tehát mit tudunk akkor tenni most jelenleg? Gyakorlatilag én kértem annak idején, van a fővárosi önkormányzatnak, vagy a fővárosi víznöknek van egy önkormányzati tanácsadó testület, amiben benne vagyok én is, és ott elhangzott az, hogy ha valahol, akkor a fővárosi víznöknek csak vannak víznöknökök, akik ezeknek a kutatnak a megszerkesztését, megtervezését, és esetleg is azonnali engedélyeztetését meg tudják tenni, mert dömpingbe beviszik a katasztrófavédelemhez, nem kell akkor kutakodni, vagy akkor megvitatkozni egy laikusnak, ahogy ismerjük, hogy a Dologház utca nem egy egyszerű hely. Tehát itt akkor adtak egy ígéretet, mert nem csak a Szentendrei, hanem a Csepel-sziget is ugyanúgy érintett ezekbe a dolgokba, ahol kutak vannak, mint ő. Az összes olyan település, ahol kutak vannak. Megszületett az a döntés, hogy a víznök ad rá egy ajánlatot, hogy ezt milyen gyorsan és milyen gyorsan ezt elvégezni. Tehát ahogy a 2-300 ezer forintos összegét mondnak, hogy én azt mondtam, hogy szerintem az a 40 kötőjel 60 ezer forint közötti összeg lenne az, amit azért nagyjából az emberek el tudnának esetleg fogadni. Ezt többen magunkkal mondtuk, de gyakorlatilag amióta most új váltás volt, hogy valamilyen csóval mondott, nem kaptunk erre jelzést. Meg kell próbálni még egyszer. Én azt gondolom, ugyanaz lesz a sorsa 2020. decemberben, mint ahogy most volt, hogy képtelenség lesz országos szinten kezelni, tehát megint egy eltolt időpont lesz. Az én véleményem, de nem vagyok jövőben látva, hogy ez így fog történni. És addig esetleg nincs arra lehetőség, hogy kérjünk a kormányhivataltól egy állásfoglalást, hogy ma egy ilyen területen kihez kell fordulnia a célültet lakóknak? Hát ők úgyis a kormányhivatalnak. Ezt a fajta egyeztetést, ezt én meg fogom tenni, ezt az idei évvégén biztos, hogy fog megfordulni. De nyilván januárban remélem, hogy kapjuk meg választ, mert ez valóban nem jó, hogy most itt tulajdonképpen pingpongozunk az ügyfelekkel, hogy szerintük nem mi, ő szerintük nem ők. Ha nem a kormányhivatal, akkor egy végső soron a közigazgatási bíróság fogja megmondani, hogy kinek a dolog. Igen, tehát jó. Tehát ugye akkor ez a fajta ügyintézés megkezdődött, egyszer az, hogy elkezdte ezt a fajta egyeztetést. Akkor bőven írjuk, akkor kérjünk ezt, megírjuk, és akkor meg interneten publikáljuk. Tehát minden hónap legalább egy-két lakos megjelenik ezzel a... A Dologház utcából elküldték. Igen. Tudjuk, igen. Tehát ez a jelenző azt mondja, hogy folyamatosan elküldik. Tovább jöhetünk ebből? Akkor el tudja mondani, ami a kérdés még a tényleg? Oké, az volt a kérés az előző alkalommal, hogy a szabad felhasználást engedjen a TVS önkormányzatnak. Végül az a szövegezés született ebben, hogy az archivált és átadott műsorokat az önkormányzat a forrás megjelölésével közérdekű célból felhasználhatja. Az önkormányzat a felhasználás tényéről a felhasználást megelőzően köteles a média szolgáltatók tájékoztatni. Jó, és akkor? Akkor így el fogom. Akkor elfogadom. Egyetekben még. Akkor 6 órakor elvégében folytatnánk, és akkor aki most ugye a Krisztina és a Ani, de ugyanak a közmeghallgatásnak és a jegyzőkönyv hitelesítője lesz, jó? Úgyhogy akkor köszönöm szépen, és akkor 10 percet.